Sziasztok! Simon Tamás vagyok, a Mánia Fitness Központi stúdiójából. Mai vendégem egy olyan testépítő világbajnok, aki ez a következők fűzőnek, mint Kadopul, Showtime, Protánbanitásnak is, Bognár Gergő. Üdvözöllek, Gergő! Üdvözöllek én is, Tomi! Köszönjük szépen, hogy eljöttél! Nagyon szívesen, örömmel! Szeretném legtéged bemutatni a nézőinknek, hogy igazából hogy is kerültél abba a helyzetbe, hogy a testépítőket és a fitness modelleket teljes mértékben ti szolgáljátok ki egy abszolút VIP szolgáltatással. Honnan indult ez az egész, hogy kerültél ebbe bele? Úgyhogy kicsit ugorjunk vissza a történet elejére, ugye testépítő korszakodat tekintve. Hát igen, ez egy most már mondhatni, hogy egy lassan két évtizedes múltra tekint vissza, mármint az aktív sportpályafutásom, illetve az azutáni időszak. Két évtized, igazából 2001-ben fogtam először súlyzót, az ugye 18 éve volt, azért ennek szólt a két évtized, így elég fájdalmas kimondani és soknak tűnik. De tartalmas út volt. De abszolút egy tartalmas út volt. 2001-ben fogtam súlyzót, 2004-ben kezdtem el versenyezni. Akkor még 17-18 éves voltam, tehát viszonylag korán kezdtem a versenyzést. És mint mindenki másnál, bár nem tudok mindenki nevében beszélni, alapvetően nekem is úgy indult, hogy izmosodni szeretnék, tehát ez a közhelyes történetet most itt is el lehetne dúrogtatni. Annyi különbséggel, hogy én ugye az első egy-két évben még párhuzamosan a testépítéssel, illetve a testedzéssel én fociztam, és kapus voltam. Igazából ezt a fajta indítatást, hogy minden sportot, illetve mindent, amit csinálok, egy versenyként éljen meg, illetve a sportot is csak versenyszerűen tudtam elképzelni, ezt nem tudom, hogy honnan jött, illetve hogy kitől kaptam ezt a fajta indítatást, azonban a focival, a pingponggal, a szkanderrel, a testépítéssel, minden sporttal hasonlóképpen. Tehát folyamatosan egy ambiciózus ember voltál, hogy te, ha valamit csináltál, akkor ezt teljes mértékben, elszántan, fanatikusan és versenyszinten. Igen, nyilván a sportolókban ez egy közös tulajdonság, hogy nem tudják csak úgy csinálgatni a dolgokat, hanem amit csinálnak, azt egy maximalista hozzáállás által vezérelve csinálják, és így jutottam el a testépítő versenyzéshez. A focit abba hagytam, miután felismertem, és reálisan látva az esélyeim arra, hogy én egy ismert, jó, híres kapus legyek, ezt abba hagytam, ezt a vonalat, illetve letettem, mivel 171 cm vagyok, tehát hogy a kapusoknál, focikapusok, nagypályás focikapusoknál 180 cm is egy olyan magasság, ami alacsonynak számít. És ezt hátrahagyva belefogtam az ismerkedésbe a testépítéssel. Voltak ott ilyen kezdeti hatások, voltak versenyzők a helyi 60-i konditeremben, ahonnan ugye onnan indult minden. Igen, voltak ilyen helyi hatások, egy-két versenyző, de akkor még egy teljesen egy ilyen, mondhatni egy ilyen misztikus, megfoghatatlan, picit ilyen elérhetetlen státusz volt az, hogy valaki versenyzik. Szóval azért mondtam, hogy státusz, mert tényleg az, hogy valaki versenyző, akkor az egy teljesen más gondolatiságot vonzott magával. Tehát, hogy akkor valami más jelentett, egy más színvonalat. Most már nyilván ez másképp van. Most már egy sokkal elérhető sporttá vált ez, ugye? Így van, maga a testépítés nem, de maga az, hogy versenyző vagy, akármilyen kategóriában, és most nem arra akarom kiegyezni a dolgot, hogy egyébként a többi kategória milyen könnyen elérhető, és milyen könnyen révbe lehet ott érni, de nyilván az a fajta fizikum, ami a többi kategóriát jellemzi, az most már könnyebben elérhető, így ennél fogva szándékosan nem használom azt, hogy felhígult ez a versenyzői állomány, de színesedett inkább. Színesedett, és egyre több a versenyző. Aztán fene tudja, hogy ez most egy általános tendencia, amit egyébként megfigyeltünk az utolsó 10 évben, hogy a világ e felé megy, az egészséges életmód, a testedzés mellé, vagy felé. Úgyhogy, de így történt, hogy
hogy igazából... Te is belekerültél ebbe a világba. Belekerültem ebbe a világba, köszönöm, hogy segítettél, néha elkalandozom. Igen, próbálok közben felidézni. Persze, ilyenkor tudom, hogy ez milyen, az egy életet átgondolni és átadni egy riportban. Igen, a régi élményeket, de a lényeg, hogy egy közös ismerősömnek, aki mai napig egy nagyon jó barátom, neki köszönhetően a Johnnyval meg tudtam ismerkedni, Antos Johnnyval, és én neki tulajdonítom a kezdeti lökéseket, illetve a lökést, illetve a tanácsokat, a felkészítést, amivel 2004-ben, illetve nagyon sokáig még a karrierem során ugye ellátott és elkísért. Ha jól emlékszem, én 2005 és 2010 között voltál te igazán a csúcson, nem? Ott voltak azok az igazi erős versenyeid, azzal az igazi Bognár Gergő formával, ami méltó lett a világbajnoki címre. Igen, köszönöm szépen, hogy ezt mondod, mert 2004-ben kezdtem, és már 2005-ben a csúcson voltam ezek szerint, de nyilván 2004-ben is már értek sikerek, és ahogy ezt már elmondtam sokszor, egy fiatal sportolónak azok a kezdőlök és a motivációt pont ezek a kezdeti sikerek adják, amik aztán végigkísértek egészen a junior koromon, vagy a junior versenyzésemen, és itt valóban a junior versenyzésem alatt, ezek alatt, az évek alatt értek a legnagyobb sikerek, de utána sem szenvedtem hiányt ebben. Csak már elkezdett egy más irányba menni az élet. Nem volt ez olyan éles váltás, tehát ez szépen átszivárgott az élsporttól érted az edzőibe először, nem? Így van, nem volt egy éles váltás, azonban a felnőtt versenyzésem során már egyre jobban előtérbe került az egészség. Mert egy junior versenyzést úgy gondolom még mentálisan, testileg, lelkileg lehet bírni, de amikor tényleg a felnőtt mezőnybe kell bizonyíts és a világ legjobbjaival, és ugye nekem nagyon nagy célok voltak, tehát hogy én profi szerettem volna lenni, egy komoly szponzorációt szerettem volna, ebből szerettem volna élni, ami teljesen más perspektíva lebegett a szemem előtt versenyzőként. Én ebből szerettem volna egy olyan egzisztenciát kialakítani, amiben boldog vagyok, és amiben egy profi sportolóként tudok létezni. Direkt módon. Aztán ez végül az élet úgy hozta, hogy indirekt módon is, de ebből alakult ki az egzisztenciám, illetve a megélhetésünk. De ugye első lépcsőfok volt akkor az a személyedzősködés, meg versenyzők felkészítése. Igen. Ugye amikor ugye elkezdtem a testépítést, elkezdtem versenyezni, akkor szánt szándékom volt ezzel azt elérni, hogy később személyedzőként Budapesten tudjak dolgozni. Én úgy gondoltam akkor, hogy a versenyzői karrier, illetve a versenyeredmények az a belépője annak, hogy mondjuk elismert jó személyedző válhasson belőled. Mondanom se kell, hogy és itt viszont szándékosan használom a felhígult jelzőt. Igen, ezt ismerjük. Hogy alapvetően manapság már ez igencsak felhígult, akkor még ez is egy picit mást jelentett a személyedzőnek lenni, és nyilván ez már utólag, hogyha tudom, hogy ez egy ilyen szakma lesz, mondjuk nincs annyira megbecsülve, mint akkor, akkor lehet, hogy más irányba megy az élet, de alapvetően nem egy jó döntésnek tartottam, hogy a versenyeredményekkel próbálom azt meg alapozni, hogy majdan edzőként dolgozhassak. És ez el is indult Pintér Ferenc segítségével, illetve neki köszönhetően. Ott voltál Fitness 2000-ben, mint edző? Így van, ott kezdtem a pályafutásomat edzőként. Először teremedző voltam fél évig, majd jeleztem Ferinek, hogy szeretnék személyedzősködni. Nehezen engedett el abból a pozícióból, mert ugye a teremedző az kicsit más, mint a személyedző. Igen. Ott azért jön egy pakolás, a súlyoknak a rendbe tartása, a teremzárás nyitás, mert sokan már úgymond hát nem igazán sikerült hosszú távúra a teremedzői pályafutásuk. Tehát mindenféleképpen szeretett volna megtartani a pozícióban, azonban én többet szerettem volna, és kimondottan emberekkel foglalkozni, nem csak mondjuk az új bérletesekkel, akik feltévednek a terembe. Ez egy nagyon jó időszak volt, a teremedző időszak is, mert Feri bának köszönhetően
kaptam egy olyan rálátást, akár a munkaadó vagy munkáltató és az alkalmazotti viszonyról, ami nagyban befolyásolta a későbbi magatartásomat, nem beszélve arról, hogy azt is megtanította nekem ez az időszak, illetve Feribá, hogy szét lehet választani a munkát, a magájellegű dolgoktól, a versenyzői dolgoktól, mert amikor az alkalmazottjaként beszélt velem, akkor teljesen másképp beszélt velem, mint amikor leültünk és mondjuk egy szezon előtt, így van, mint a versenyzőjével. És ezt eleinte egy 22-23 éves srácnak, mint amilyen voltam, én nehéz volt kezelni, de végül úgy gondolom, hogy ebből is sokat tanultam. Aztán a személyedzői karrierem elkezdődött, ugye ez a rövid fél éves időszak után, és hát az ugye a versenyzői felkészítésből bontakozott ki, de azt mondjuk hozzá tudnám tenni, hogy akkor sem kétdimenziósan láttam a dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk az edzősködésről beszélek, akkor mondjuk egy érdekesség talán, amit egy másik interjúban sem mondtam el, hogy Magyarországon nem csinált senki online tréninget. Maga az online tréning, mint kifejezés nem volt jelen a hétköznapokban, és nem igazán voltak olyan jellegű felkészítések, vagy kliens-edző kapcsolat, ami mondjuk egy online keretbe lett volna foglalva. Amerikában volt ekkor ez már divat, illetve akkor kezdett ez beindulni. Akkor két ilyen szoftver volt, aminek a segítségével egyébként a klienseknek a hétköznapét tudták követni. Ma már szerintem több ezer ilyen szoftver van, tehát beszélek most erről a 2010-es időszakról, amikor fölköltöztem Pestre, 60-ból, és akkor én egy sportszoftver segítségével, ilyen bemutató videókkal edzettem már online embereket, olyannyira, hogy egyébként az online tréning maga, mint fogalom, az le van védve a mai napig, tehát elvileg nem használhatja senki, de nyilván nem nézem ezt, és nem is érdekel, mert már nem ebben vagyok, de ezt teljesen levédettem egy sportszoftvert szerettem volna kifejleszteni, egy sajátot. Nagyon sokáig, nagyon sok projekt ment párhuzamosan, amíg eljutottam oda, hogy végül fókuszáltan tudok már egy területre koncentrálni, és azon belül dolgozni. Hát emlékszem, hogy te ugye az online felületeken nagyon nyomultál, tehát voltak a fórumok, ugye amivel a hétköznapjaidat közvetítetted, az edzés felkészülésedet, a versenyélményeidet, a kliensekkel való foglalkozást. Azt hiszem, ezt talán a Best Buddy fórumon teljesített ki a legjobban, ami ilyen napi szintű vezetést kapott tőled, ha jól emlékszem. Így van, ez még az aktív éveimben volt. Ugye, ha jól emlékszem, olyan 2007-2008 tájékán volt ha jól emlékszem, igen, az, amikor a Best Buddy elkezdett minket támogatni. Azért mondom, hogy minket, mert akkor volt egy magyar csapat. Ugye a Danival az élen, Tóth Danival az élen, és akkor nem csak egy szponzorációs lehetőséget kaptunk, hanem a forgalmazás jogát is megkaptuk, aminek úgy gondolom, hogy nem sértődnek meg a többiek, ha azt mondom, hogy magát az üzleti részét, a mindennapi operatív feladatokat azt én végeztem. Tehát mint webshop, mint a fórum, és nagyon sok ilyen apró tényező, akár a marketing, akár a Facebook oldalak vezetése, de a számlázás, a maga a csomagok kiszállítása, tehát ott mindenre rálátásom volt, rálátásom kellett, hogy legyen, mert más nem csinálta meg. És ez egy nagyon emberpróbáló feladat és időszak volt, pláne úgy, hogy mellette aktív versenyzőként is bizonyítanom kellett a német cég felé, hisz ez volt az első olyan komoly szponzorom, aki már úgymond egy komoly sportolói státuszhoz méltón dotált anyagilag, táplékkiegészítőbe, lehetőségekbe, viszont nyilván, ahogyan ez a adok-kapok lenni szokott, teljesítenem kellett, és így azért nehéz volt. Akkor az volt az első ilyen vállalkozóként való szány próbálgatás, és körülbelül minden hibát elkövettem, amit lehetett. Jó, igen, ezt akkor pont beszélgettem is veled erről, mert voltatok az én termemben is ugye a Best Buddy csapattal, és ugye utána igen. Is beszélgettünk, és mondtad, hogy
hát azért ott összecsaptak a hullámot bőven, mert nagyon sok felelősség és munka volt rajtad, ahogy mondod, ugye a felkészülés mellett. Meg hát ugye már akkor ugye kezdte tervezni nem sokra rá ugye fejbe az egyéb vonalakat, én úgy tudom, rá egy-két évre talán. Igen, ugye hogy hozzá... hogy szerettél volna ugye nyitni más egyéb üzleti dolgok felé. Hát az, hogy konkrétan nyitni, ez így nem volt azért tervben, mindig csak úgy jöttek a lehetőségek. Ezt azért mondom, hogy csak úgy, mert én abban hiszek, hogyha az ember megfelelő mennyiséget dolgozik, és tényleg megdolgozik ezeket, meg kell dolgozni ezekért a lehetőségekért, nem csak úgy jönnek. És nem arról van szó, hogy nekem szerencsém volt, vagy nyilván az is kell, ki szerencse, hogy jó időben legyél jó helyen, de alapvetően a helyzetfelismerés, a rengeteg munka, az hozza meg ezeket az ajtókat, amin vagy bekopogtatsz, vagy bemész, vagy be se nyitsz. Tehát, hogyha visszatér az előző kérdésre, amit nem fejeztem be, vagy gondolathoz, hogy az online tréninggel volt, hogy 20-30 embert edzettem, mert ugye felismertem azt, hogy személyedzőként van egy limit. Tehát, és csak akkor lehet egy bizonyos fokig még ezt a mennyiséget, ezt a kapacitást növelni, hogyha előbb-utóbb a minőség rovására megy, amit nem szerettem volna. Ezért aztán elindultam online tréning irányba. Tehát ezért mondtam, hogy nem ennyire kétdimenziósan próbáltam felfogni akkor se a személyedzést. Sőt, egyre inkább próbáltam háttérbe szorítani a személyes jelenlétet, ami rengeteg időt elvesz, akár a céges ügyektől, a best buddy-s dolgoknak az intézésétől, akár a magánélettől. Mert egy személyedző, aki tényleg keresett, az tudja, hogy reggel 6-tól este 10-ig ott van a teremben, ott hiába, hogy a magad ura vagy, nehezen mond az ember nemet, és a magad rabszolgája leszel, nem igen, az ura. Így van. És alapvetően 20 embert, kb. 20-25 embert irányítottam, vegyesen civil embereket, civil ez olyan hülye szó, tehát ilyen mindennapos célokkal, átlag embereket, hogyha nem sértem meg őket, tehát nem versenyzőket, és versenyzőket is. Tehát 20-25 ember volt az online programban. Volt 20-25 versenyző, plusz volt 20 emberem személyedzésre. Tehát láthatod, hogy azért ezt a személyedzést nem feltétlenül kell, vagy lehet csak a teremben végezni, és egy 50-60 embernek a mindennapi életére kaptál egy olyan rálátást. Nyilván szolgáltástól függően, hogy milyen mértékben, de volt ez az 50-60 ember, akivel foglalkoztam, valakivel napi szinten mondjuk a felével, volt a saját karrierem, és volt a best buddy. Hát az említett hullámok ezért csaptak össze. Fejem fölött, de úgy gondolom, hogy... De ez nem is azért volt, mert ugye te nem bírtad, hanem ez már így rengeteg. Tehát ez azért ennyi fele osztódni, úgyhogy mindenhol igyekszel maximalista lenni felőről. Igen, és nem is lehet. Úgyhogy ezt felismerve... Ja, és akkor ehhez jött még az a lehetőség, ugye, hogy proten. Tehát, hogy a barnítás. És akkor, amikor azt láttam, hogy... És ráadásul a best buddy-ben ugye többen voltunk. Nyilván az embert az motiválja, ami a sajátjáé, ami saját, és nem négyen öten vannak benne a dologba, pláne, hogy a operatív munkában ugye ők egyszerűen nem tudtak részt venni, tehát én nem is haragudtam ezért soha rájuk. Például Dani akkor kezdődött a profi karrierje, evidencia volt, hogy ő most evidens volt, hogy ő most arra koncentrál, nem a best buddy-nak a forgalmazásra, meg a fórumos beírogatásokra. De én ezt meg szerettem csinálni, tehát ugyanakkor volt bennem egy ilyen dac is, hogy oké, sok, de megcsinálom, mert szeretem, meg egy része tényleg motivált, és hát ott akkor az első szánypróbálgatások voltak ilyen online téren, akkor még nem volt azért minden ennyire online, nem volt, volt YouTube, de nem volt ilyen gyakori az, hogy most valakinek csatornája van, vagy valaki reality-ket vagy videókat tölt föl, BBTV volt, ami ugye most is van. Igen. Nem mint a konkurenciát szerettünk volna gyártani, hanem egész egyszerűen csak magunkat bemutatni, magunkat reklámozni, egyfajta marketing eszközként használtuk a reality-t, ami aztán utána a szolgáltatásomnak a reklámja is lett, mint versenyfelkészítő edző. Tehát próbáltam minden területen megfelelni, minden területen maximálisat hozni, de nyilván ezt azért kicsivel öregebben most már tudom, hogy nem lehet, és a fókuszált munka az, ami meghozza a végső gyümölcsét a munkának, illetve az eredményeket. Úgyhogy
Úgyhogy én megpróbáltam ezt lezárni, ezt az időszakot, és a első körben a versenyzőkre koncentrálni. A bezbalit leadtam, forgalmazást, majd jött a protán, még versenyeztem, tehát volt egy nagyon finom átfedés. Átmenet. És akkor, ha már protán, akkor ugye arra kezdted igazán összpontosítani, gondolom, és ez emellett szépen lemorzsoltad, és egyszer csak abba hagytad a versenyfelkészítést, online tréninget, személyedzést. Mikor volt ez a váltás, vagy hogy alakult? Hát valahogy így, de nyilván ezt így nagyon egyszerű elmondani. Nyilván az edzősködés azért az imént elmondottak alapján, hogy 50-60 emberrel foglalkozol nap, mint nap, akkor az egy olyan jelentős bevétel, ami ha kiesik, akkor utána nehéz azt a még csak próbálkozásokat mondjuk menedzselni pénzügyileg. Tehát abból még nem élsz meg, de abból, amiből megélsz, már nincs időd rá. Tehát ez egy óriási dilemma, ezért kell egy bizonyos átmenet, egy átfedés. És ezt az átfedést én igen úgy oldottam meg, hogy először az online tréninget hagytam el, bár érdekes módon az volt az, ami a úgymond a legkevesebb időt kívánta meg tőlem a mindennapjaimból, viszont ami után a versenyzőkre elkezdtem koncentrálni, az nem feltétlenül egy online jelenlétet igényelt, mert ott nap mint nap jöttek hozzám edzeni, és így is úgy is a teremben voltam. És először megpróbáltam azt, hogy ugye az online tréninget leadom, utána az átlag embereknek a edzését leadom. Engem sem motivált már egy idő után, hogy írok egy étrendet, majd nem tartják be, vagy egyszerűen még étrendjük sincs, csak úgy eljönnek lötyögni, és tudod, így elüssék az időt. Tehát ezzel nem tudtam már azonosulni, szakmailag sem. Szerintem az egy magasabb szintet, nem szerintem, az egy magasabb szintet képvisel a versenyző felkészítés, legalábbis akkor, mert most már mindenki versenyt felkészít, nyilván ez is egy zárójel, de alapvetően akkor még azért nem sok ilyen prep coach volt, igen, úgy mondjam, és nem sok ilyen csapat. Most már mindenkinek tímje van, ezzel sincs gond. Tehát a versenyző gyárnak, ami most jelenleg folyik, és van a piacon, nemzetközileg is, és a hazai piacon is, ennek mi élvezői vagyunk, mint ehhez kapcsolódó vállalkozás. Tehát én nem vagyok a tímek ellen, csak nyilván ez egy tény, hogy akkor nem volt még ennyi csapat, nem volt még ennyi felkészítő edző. Ergo, kevesebb volt egyrészt kisebb volt a szórás, egy-egy jól irányzott marketing kommunikációval, egy jobb csapattal, egy komoly versenyzővel, egyből egy olyan hírnévre, egy olyan bizalomra tudtál szert tenni a versenyzők körében, ami azt jelentette utána, hogy csőstől dőltek hozzám a versenyzők, és mindenki bennem látta azt, hogy a csúcsformáját, illetve annak megvalósítását, illetve ezt a fajta segítséget, amit én adok nekik. Tehát ez nyilván egy felelősség is. Minimum utolsó 3 hónapban megjelentek nálad, hogy akkor formaidőzítés, gondolom, és akkor hát igen, felkészülés. De nyilván én azt sokkal jobban szerettem, azokat a fajta felkészítéseket, amikor egy hosszabb időt felölelve együtt tudunk dolgozni, és én ennek is a híve voltam, hogy úgy mindent szépen építsünk föl, ahogyan a felkészülést, úgy a komplett karrierjüket is, a kommunikációjukat is. Nyilván valaki erre nyitott volt, valaki nem. Valakin én láttam, hogy fel sem hozom, mert ez csak egy verseny lesz, egy-két verseny lesz, egy-két szezon lesz. Valaki pedig profi terveket szövegetett, ahogyan egy-két akkori régebbi versenyző most már profi is. Tehát, hogy nyilván ott is volt egy szórás, meg egyre inkább, ahogy haladtunk előre az időben, ugye itt visszautalva arra, hogy már mindenki versenyezni akart, bejöttek az egyéb kategóriáknak, nem csak a testépítő és a fitness kategóriáknak a versenyzői is, így aztán egy sokkal nagyobb merítés volt, és úgy gondolom, hogy büszke lehetek az edzőként elért eredményeimre, illetve azokra a srácokra, akikkel együtt dolgoztam, és annak ellenére, hogy én sosem az alapján választottam meg a versenyzőimet, hogy mondjuk csak azokat készítem föl, akikben benne van az első, vagy a dobogó, vagy az első, kettő, harmadik hely. Hanem mindenkit felkészítettem tisztességesen, aki segítséget várt tőlem, az kapott, és aki komolyabb szintre érhetett, és megvolt benne a potenciál,
azokat megpróbáltam hozzá segíteni a sikerhez azokkal a tapasztalatokkal felvértezve, amit én már magaménak tudtam a hosszú karrier során. Meséljünk kicsit a Protánról, hogy hogyan alakult ez, hogy kerültél bele, hogy nőtted ki magad, hogy most már minden versenyen te vagy ott. Igen, mert az átmenetről tetted fel a kérdést, majd mindenről beszéltünk, csak az átmenetről, nem? De, vagyis én. De a lényeg, hogy ugye ez még egyébként érdekes módon, tehát itt tényleg több fronton, több időségben és több téren futott a történet, mert ez még a best buddies időkre dotálódik vissza, mivel az akkori európai forgalmazó, egy német fickó volt, és ugye a best buddies is német volt. És egyszer csak azt láttam, amikor best buddies rendeltünk, adtuk le a havi, vagy nem tudom, negyedéves rendelést, hogy bevették a portfóliójukba, best buddies bevette a portfóliójába a Protent. És akkor megnéztem, hogy egyébként ez a Protent elérhető a Magyarországon, és nem volt. Tehát ez egy ilyen egyszerű dologból pattant ki, nem volt elérhető, és felismertem azt a tendenciát, hogy egyes szövetségek egyre inkább kezdik kivonni, betiltani a Dream Ten nevű barnítót, ami egy krém. Na most nyilván ennek számos oka volt. Volt egy közvetlen oka a Dream Ten ellen hozott rendelkezésekben, vagy rendelkezés, igen, tehát az egyik oka az volt, hogy összekem mindent, a színhelyeket, vagy a helyszíneket, bocsánat, a helyszíneket teljes mértékben össze koszolja. Emlékszem egy ilyen legendás szuperbadira, amikor a Stefánia palotának az összes WC deszkáját le kellett cserélni több százezer forintért, mert ráültek a versenyzők, ugye, és összekoszoltak, és nem lehet ezt semmiből nem lehet kimosni. Igen. Se a ruhából, se a falból, se semmi. Nem és a versenyzőknek sem kényelmes, mert lekenik magukat, majd fölöltöznek és kenhetik újra. Amihez hozzájönnek, barnítós lesz, hetekig még nyűg. Kopnak, egy nyűgös, igen, egy nyűg az egész. És a másik része pedig mondjuk a sportnak az üzleti oldala az, hogy próbáltak bevonni olyan mainstream célközönségből sportolókat, bázist, tömegbázist, ami addig nem volt jellemző, mert testépítők voltak. Nem voltak men's fizikes srácok, nem voltak klasszik fizikes srácok. Ugyanakkor a sport elindult egy ilyen, most próbálok a mainstream helyet keresni egy magyar szót, hogy ne legyünk ennyire angolok. Tehát egy ilyen általános, hétköznapi vonalat felvett a sport is. És most egyéb komplex vagy globális kérdésekről is beszéltünk, mint például a táplálékkiegészítő piacnak az átsúlyozódása funkcionális ételekre. Az is azért van, mert egy szélesebb kört akarnak megcélozni a cégek. Ugyanígy maga a sport, maga a szövetség, maga a vezetések is újabb és újabb rétegekből szerettek volna behozni sportolókat, és ezt nem lehet kommunikálni úgy, hogy ledrimtenezett embereket, mint a szénbányászok, felmennek a színpadra. Ez egyszerűen életidegen az a kinézet, ahogyan aranyszobrokként vigyorgunk ott. Ehelyett az a irányvonal kezdte átvenni a helyét ennek, hogy minél jobban a kicsit lájtosabb kategóriákat promotálják, a lájtosabb kategóriákban versenyző emberekkel adják el a termékeket a testépítők nagy szívfájdalmára, mert most már egy fehérét nem lehet úgy eladni, hogy vicsorgunk és szkanderezunk a vödrön. Igen, tehát, hogy én is szkanderoztam és vicsorogtam a volumasszos vödrön, de hát már egyre jobban nem lehetett ezt eladni, és a Protent pedig egy olyan természetes, naturális, szép, napbarnította kinézetet kölcsönöz a versenyzőknek, ami sokkal jobban kommunikálható egyrészt a médiában, az újságokban, az online felületeken, hogy az emberek, az egyszeri átlag ember is, aki lemegy a terembe, akarjon hasonlítani ezekre az emberekre. És ezek az emberek mit csinálnak? Táplálékkiegészítőt esznek. Hát akkor ő is vesz táplálékkiegészítőt. Tehát ez az egész mögött egy ilyen üzleti döntés, egy ilyen tendencia húzódik, és nyilván ez a barnító is átment ezen, hogy a Dream Ten most már szinte mindenhol betiltják, egyrészt már macerás, és ugye a helyszínek miatt, a megóvása érdekében, illetve maga a versenyzőknek a,
a színpadi látképnek a könnyebb médiában való kommunikálhatósága, ami mondjuk döntő volt. És akkor visszatérve a kérdésedre, illetve arra, hogy a Best Buddy bevette a portfóliójába, én elkezdtem rendelni a Protent, és felraktam először a Best Buddy webshopba, és ott megszondáztattam a versenyzőket. Ugye nem nagyon ismerték, mindenki Dream Tent Kent, és a Protent akkor, illetve a Dream Tent akkor az IBB már betiltotta, és akkor az IBB-s versenyzőknek promótáltam elsősorban, hogy hát itt van, nekünk van Protenünk, vegyetek, mert elérhető a mi webshopunkban. Aztán elkezdtem egyre többet rendelni, mert egyre nagyobb igény lett rá. Majd ugye én párhuzamosan ezzel versenyeztem is, és kimentem az Arnold Classicra versenyezni, ahol egyébként egy másik barnító cég, nem a Proten, barnított, de nyilván felismertem azt, hogy ez üzletileg nem egy rossz lépés lenne, ha a hazai versenyeken is szolgáltatás szerint, tehát nem csak egy termékforgalmazás lenne jelen, hanem szolgáltatásként is behozni magát a Protent és a barnítást, a helyszíni barnítást. És hát ez a német kapcsolat volt az, illetve a Best Buddy-nak a kapcsolat, a Best Buddy miatt, ami adódott, hogy akkor sikerült beszélnem az akkori európai forgalmazóval, hogy én szeretném ezt Magyarországra hozni, ezt a márkát, nem volt még ugye Magyarország, úgy nyilván ez a felismerés már megtörtént, és megegyeztem egy forgalmazásról vele, akkor már nagyobb mennyiségben kezdtem el rendelni, megcsináltam a Protein Hungary webshopot, később a versenybarnitás.hu-t, és tulajdonképpen így indult el ez az egész. Azt esetleg még meg lehet említeni, hogy az üzletben egyébként a gyorsaság, tehát a döntésekben, a döntések meghozatalában, illetve hogyha mondjuk a vásárlóknak a kiszolgálását nézem, tehát általánosan a gyorsaság egy nagyon fontos. És itt is egy gyors reakció folytán úgy gondoltam, hogy hát akkor most nagyon gyorsan meg kell állapodni minden szövetséggel, minden versenyszervezővel, hogy ezt a fajta szolgáltatást egyedüliként tudjuk. Tehát egy kizárólagosságot akartál szerezni az országba, szövetségi szinten, több szövetségnél? Így van, tehát ezt felismertem, hogy ezt csak akkor lehet jól eladni ezt a szolgáltatást, ha minden versenyen ott vagyunk. Ha mindenhol velünk találkoznak, ha mindenhol látják azt, hogy Protein, hogy barnítás, hozzászoknak, kipróbálják, rászoknak, és utána már nem akarnak mást, illetve más csapattal akár dolgozni, vagy más barnítót felkenni. És nyilván ezt akkor még nagyszerűen kiegészítette a forgalmazás, ami akkor még egy nagyon kis volument jelentett, a magyar piacot, és hát elindultunk a Muscle Beach-en 2013 nyarán, akkor a WBPF égisze alatt még Burani Csildi rendezte a Muscle Beach-et, illetve az ő csapata, és Ildikó volt az első olyan személy, aki rábólintott erre a barnításos dologra. Nem tudom, hogy mit gondolt akkor, amikor én bementem a MOM-ba és leültem vele szembe, majd előadtam a tervemet. Nem tudtam, hogy mit fog hozzászólni, de nagyon nyitott volt, és alapvetően ott indult el. Muscle Beach-el lebarnítottunk 6 embert. Uh-huh. Ott volt ember. A premier. Ott volt a premier, és 6 embert lebarnítottunk, és tökre örültünk, mert az elég sok volt akkor, több, mint amire számítottam, mert még a lányok is dreamteneztek. De bikiniből se lehet kimosni ezt a javajás krémet. Szörnyű volt. Igen, és mindenki kente, és nézték, hogy mit csinálnak ezek sátrakkal, meg fújnak, és nem azt mondom, hogy kiröhögtek, hogy mit csinálnak ezek itt. De nem értették. Azt tudták, hogy mi ez. De egyébként Európában sem volt ez ismert, akkor még volt Németországban. Egy-két próbálkozó volt Angliában és Skandináviában, de ott is csak azért, mert ott mivel nincsen nap, a hétköznapi embereknek szánt barnítást, ez az UV-mentes barnítás, ez ott nagyon népszerű. Így az ottani cégek agyaltak, hogy mi lenne, ha ezt az UV-mentes barnítást, ami egyébként a nap hiánya, illetve a rossz idő miatt
nagyon népszerű volt a lakosság körében, áthoznák a versenyzői, a fitness verseny szférájába, vagy hát azokra a versenyekre. És ott voltak olyan szolgáltatók még, de 2-3 országban volt ez jelen. És amire nagyon büszke vagyok, az az, hogy most már 10-akárhány csapatunk van, azt hiszem 12-13 csapat, akiknek nagy részét én tanítottam be. Tehát itt, hogyha mondjuk a szerepállásomat nézzük a magyar piacon, illetve az, hogy felépítettünk egy nagyon szuper kis szolgáltatást, ez a szerepkör, amire nagyon büszke vagyok, ez egy európai jelentőségű dolog volt, mert talán mondhatom, hogy az akkori partnereimmel, illetve a német forgalmazóval éllovasai voltunk, illetve úttörői voltunk ennek a szolgáltatásnak Európában, és nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy manapság már szinte minden országban, ahova mennek versenyezni, szövetségtől függetlenül, ez mint barnítás szolgáltatás megtalálható, és profi csapatok gondoskodnak a versenyzőkről. Engem is nagyon meglepett a jelenlétetek, mert amikor te piacra léptél 13-ban, én akkor hagytam abba a versenyzést a Dreamtime korszakkal, ami egy nyűg volt, ahogy te is elmondtad. Több évre én is visszavonultam üzleti háttér miatt, hogy ugye személyedzést, meg egyebeket ugye nem az volt az élvonalban nekem se. És most ugye azért szívügyből, meg a termem üzemeltetése miatt a versenyzőkkel visszatértem a versenyzés világába, kb. Egy 2 éve. Nagyon-nagyon meglepett ez a szolgáltatás minőség, amivel ti felvonultok. Egy komplett nagy sarok, ugye elparavánozva, szárítókkal, tehát ventilátorokkal, külön kabinokkal, nagyon-nagyon jó személyzettel, azt látom, hogy összefogod. És ugye nekem nagyon megkönnyült edzőnek a dolgom, mert kivonulok a versenyzőimmel, és igazából csak a formát nézem, a töltése többi, de nem nekem kell idáig barnítósnak lenni, hogy lekenem, mert ti azt megcsináljátok. Ha női versenyzőt viszek, akkor ott a profi sminkes, amivel ugyanúgy, ha jól tudom, a te intézkedésed által ugye megjelenik ugye már ez a szolgáltatás is, hogy fodrászat és smink. Van sminkes és fodrász csapatunk is, ez egy ilyen kiegészítő szolgáltatás. Igen. A barnítás mellett. Tehát ugye ez nagyon nagyot ugrott előre itt a szolgáltatás palettája a versenyeken most már, tehát tényleg ilyen amerikai szintű feelingje van az egésznek, amit régen ugye a videóban, magazinokban láttunk, hogy milyen egy begyúró, ott hátulsvéd, aztán van a versenyzőknek, barnítók, kabinok, stb. Hát ugye ez már itt is akkor így elérhető. És gondolod el, hogy milyen nehéz lehetett az indulás? Hát gondolom. Mert hogy maguk a versenyszervezők és a promóterek sem tudták azt, hogy ez mivel jár, vagy ez micsoda. Azt tudták, hogy barnítani szeretnénk, ott van a sarok, barnítsatok. Tehát most már, amit azért a 6 év alatt, mert ugye 2013 őszén csináltam a céget, amit a 6 év alatt fölépítettünk, az azért is volt nagyon nehéz, mert itt szinte tényleg a nulláról, magát a kommunikációt, a szolgáltatás mikéntjét, az, hogy mi az az egész, azt fel kellett építeni. És edukálni kellett a promotereket is, hogy nem elég nekünk egy 5 négyzetméter, ehhez ez kell, megfelelő árammennyiség kell hozzá, tudnunk kell a kategóriák sorra kerülésének a sorrendjét, hogy az időpontokat ki tudjuk adni időben, és ezer olyan kis komponens, ami nyilván a sportolók szeme előtt láthatatlan. De nem is kell nekik erről tudni, csak nyilván ilyen alkalmakkor, amikor megkérdeznek, akkor elmondom, hogy ez azért nem olyan egyszerű, hogy mi kimegyünk oda 5-6 sátorra, mint ahogy egyik üzlet sem egyszerű, és egyik vállalkozás sem ilyen magától értődő, hogy fogjuk magunkat, kimegyünk 2 kocsival, majd lebarnítunk mindenkit. Nekünk egy csapat dolgozik az irodában, hogy ez ilyen minőségű, ilyen színvonalú legyen, és amikor többes szám egyesben beszélek, akkor az nem egy udvariassági tényező, hanem én ezt így is gondolom, hogy én itt nem én vagyok, Geri, a Proten. Lehet, hogy én vagyok az élén, és én alkotom a stratégiát, én mutatom az utat, hogy merre van az előre, viszont ezt egyedül nem lehet. Annó, amit egyedül próbáltam menedzselni, ugye a Best Body, az online training, a versenyfelkészítés, a saját magam versenyfelkészülése, ott már felismertem, megtettem ezt a felismerést, hogy ez így hosszú távon nem tud menni, nem tud működni. És előrelátóan a jelenlegi üzleti dolgainkat már nyilván másképp kezeljük,
és egy olyan csapat segít ebben nap mint nap, akik tényleg nagyon elhivatottak, nagyon tehetségesek, nagyon odaadóak a cégnek az ügyeiben. Úgyhogy ez egy elég összetett háttérmunkát igényel maga a szolgáltatás, de nagyon büszkék vagyunk rá, és köszönöm szépen a dicséretet, és hogy ezt a versenyzőként, edzőként is így látod és érzed, hogy hát amit elmondtál, tényleg ez volt a célunk, hogy egy olyan komfort, egy olyan kényelmi faktort hozzunk a versenyzésbe, ami régen nem létezett, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában. Igen. És ez tényleg jelenleg ez nagyon erős. Tehát a Protennek egy nagyon erős európai márkajelenléte van, nagyon szuper csapataink vannak, nagyon lojálisak a márkához. És hogyha a termékforgalmazást nézem, és mint brand erőt, akkor úgy gondolom, hogy menő dolog Protennel barnítani, Protenn terméket venni, vagy akár egy Protennes backstage tunikába lejteni a lányoknak, mert a Protenn az egy minőség. Igen. A szolgáltatás is, és maga a termék is, ami mögötte. Mert jó szolgáltatást a termékkel nem lehet csinálni, viszont szar szolgáltatást lehet jó termékkel is. Igen. Tehát, hogy azért itt oda kell figyelni arra, hogy ez a termék minőségéhez passzoljon, illetve minden a lehető legjobban működjön. Azok a kis részletek is tetszettek, hogy ugye régen a Dream Tennel úgy álltunk, Leken és Tendé madárijesztő, senki ne érjen hozzánk, egy pultot nem vettünk föl, és ha csúszott a kategórián másfél órát, akkor addig így álltam szinte. Vagy Teddy Hengerrel körülöttem ugrált az épsegítő vagy az edző. Most azt tetszett, hogy eleve egy nagyon jó minőségű barni, több lépcsős barnitást kap ugye egy versenyző. Nyugodtan a száradás után felöltözhet, ha ne adj Isten a folyadékok miatt, vagy izzadás miatt mégis kicsit megfolyik, oda lehet hozzátok pattani, és van külön egy javítósátor, igen, és akkor segítitek. Nincs pánik, tehát úristen, hogy nézek ki, gyere, megoldjuk, és már mehet fel a színpadra. Igen. Azért látszik, hogy ugye te is a versenyzés világából jöttél, tudod, mire van szükség egy versenyzőnek, mi az, amin állhat és bukhat egy ilyen dolog, és ugye nagyon jól berendezkedtetek erre. Azt jól látni. Ez volt ugye a Protennos kezdet és jelen. Hogy jött a Showtime stúdió? Ugye női bikinik ugye a versenyzőknek, és ugye ha jól tudom, most már ugye a fizikes srácoknak ugyanúgy ezek a színesebb fellépő nadrágok, vagy hogy nevezzem, ugye ezt nem tudom mi a szakmai megnevezés. És shortok. Shortok, és ugye a testépítőknek szánt amerikai divatú budgyos seggű, akár behúzott seggű, ugye fellépő kisgatyák. Tehát ez hogy jött, ez hogy alkottad meg, hogy találtad ki? Hát ugye a Protenn ahogy növekedett, és kiléptünk a nemzetközi piacra, ugye először Szlovákia, Románia, a Lengyelország, Ausztria, tehát hogy felerősödött az export, kellett egy olyan hely, ahol összefogjuk ezt. És ezt már nem lehetett otthonról irányítani. Tehát rengeteg olyan webshop van manapság, hogy ezek a lakás webshopok, hogy otthon a polcról leemelik a könyv, vagy nem tudom mi mellől a terméket, majd feladják postán. Nyilván ezt a fajta volument, ezt ideje volt kinőni. Akkor, amikor már egy viszonylag befuttatott szolgáltatásunk volt a helyszíni barnítással, a sminkkel, a fodrászattal, és mindenféleképpen szerettünk volna egy referencia boltot, egy referencia üzletet a szolgáltatásnak is, a termékeinknek is. Viszont a Protenn szezonalitása miatt nem tűnt egy jó ötletnek erre egy boltot fenntartani. Ugyanakkor szerettünk volna mindenféleképpen elköltözni és egy kis főhadiszállást kialakítani. És ekkor találtuk ki párommal, Zitával, hogy nagyon jó lenne, hogyha a sportolók egyéb más igényeit is kielégíthetnénk, és kialakítanánk akár szolgáltatásszerűen, akár termékek gyártását, illetve ami egy olyan magas színvonalon
magas színvonalú szolgáltatást ad nekik, termékeket. Most kicsit ebbe belekavarodtam, de a lényeg, közben gondolkodom, hogy igen, ez volt a motivációnk, hogy legyen egy nagyon jó versenyruházat, ami hozzánk köthető, hisz mi ezt a célközönséget, ez a mi célközésünk, ismerjük tetőtől talpig őket, töviről hegyire, mik az igények, ahogyan te is mondtad. És ezt maximálisan szeretnénk kiszolgálni. Már csak azért is, mert üzletileg, ha megélhetés szempontjából nézzük, akkor csak a barnításból, csak a magyarországi helyszíni barnításból, termékforgalmazás, mivel ez egy szezonális és egy pici szegmense a piacnak, nem lehet megélni. Éppen ezért hozzá szerettük volna rakni ezeket az egyéb más dolgokat is, mint például fitnesscipő, fitnessékszerek, versenybikinik, a férfi versenyruházati vonalunk, és a bikini üzletágban volt egy olyan lehetőség, hogy ott akár egy szolgáltatást is be lehet vezetni, ami a bikininek a bérlése. Ez is egy olyan egyedülálló dolog, amit mi kezdtünk el, és tudomásom szerint egész Európában nem volt jelen, amíg mi el nem kezdtük. Most már más külföldi cégek is művelik ezt, mondjuk a szlovákok, vagy a románoknál tudok. De alapvetően minden országban, amit én megfigyeltem, minden országban van egy bizonyos bikini márka, ami domináns. Kivétel Oroszország, ott nagyon nagy a piac, ott több szereplő is van, vagy akár Ukrajnában, de hogy mindenhol egy bizonyos olyan cég van, aki a versenyzőket ellátja ezekkel a versenyruhákkal, és ezek többnyire varrónők, vagy olyan cégek, amit ugye varrónők alapítanak, és akkor egy brandet húznak föl. Magyarországon, mint bikini brand nem létezett ilyen. Legalábbis nem, ha létezett is, akkor nem volt túl erős, és nem volt olyan jelenléte, mint ahogy most a Kadupul bikininek, és ezúton, bár nem a te hibád, enged, hogy kiabítsalak, ez nem hozzám köthető csak, hanem ezt a párommal, Zitával találtuk ki, akár a névtől, a logón át, mindent. Ez egy közös produktum, mire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, nagyon-nagyon szeretjük, és ami miatt te ezt hihetted, hogy ez most hozzám köthető, vagy hát én vagyok ennek a vezér alakja, a női versenyruházatnak, az, hogy ugye megszületett a kislányunk ez év február 2-án, és Zita most otthon van a babával, így aztán az ő cégét is én vettem át, úgymond én felelek az ott folyó dolgokért, illetve a stúdiónak a női versenyruházati vonaláért. Úgyhogy ezt így megörököltem, ezt a bikinit, elég érdekes körülmények között. Ezt azért mondom, mert soha nem gondoltam, hogy bikini fölsőkről, bugyiszabásokról és minden egyébről is nekem tudnom kell, amikor én alapvetően egy célzes beállítottságú, nemzetközi forgalmazásra fókuszáló ember voltam a cégben. Úgyhogy, de hát ez is egy érdekes része. Úgyhogy válaszolva röviden a kérdésedre, ami nehezen megy, mert ezek tényleg olyan komplex témakörök, amikről reggelig tudnék beszélni, de egy mondatban válaszolva meg kellett tenni azt a felismerést, hogy a szolgáltatásnak köszönhetően van a versenyzők irányából egy olyan bizalom felénk, amit egyrészt nem szabad eljátszani, tehát ez nagyon fontos, hogy az egy kitétel volt, amikor Zitával leültünk, és mondtam, Zita, hogy egy bikini bárkát csinálunk, az nem lehet szar. Tehát az nem lehet középszerű, vagy jó. Annak tökéletesnek kell lenni, olyannak, mint a szolgáltatásnak. Legalábbis ez az attitűd kell, hogy jellemezzen minket, mert az első időkben úgy is az lesz, hogy a proteinéktől már lehet bikinit is bérelni, vagy bikinit is, már bikinivel is foglalkoznak. Nem a Kadupul, vagy nem a Showtime Studio, mint brand lesz az erős. És hogyha azt mondják, hogy a proteinéktől rossz bikinit vettünk, csúnyát, rossz minőségűt, akkor az egy óriási égés. Tehát azt nem lehetett megkockáztatni se. És éppen ezért duplán odafigyeltünk, és egészen kínos precizitással terveztünk meg minden lépést, ami ugye a bikini, vagy akár a férfi versenyruházati vonalunk mögött van.
Úgyhogy felismertük ezt az igényt, hogy egyébként tényleg nincs egy olyan markáns bikini brand jelenlét Magyarországon, és egyébként a férfi versenyruházati vonal is sem volt olyan szinten erős, ahogyan azt szerintem lennie kellene. És itt most nem a póznadrágokról beszélek, mert ott volt a Pálacinak egy olyan erős jelenlét, amit ugye hosszú idő alatt ugye magáinak tudott. Viszont nem volt men's physique short, és ez egy új kategória volt. És itt is a helyzetfelismerés az, ami egy fontos dolog, hogy mi voltunk a világon az első men's physique brand. És ezt azért merem így büszkén és egyértelműen állítani, mert valóban nem volt. Uh-huh. Tehát nem volt ilyen. Hurley-t hordtak, Quicksilver-t hordtak, minden olyan Nike-t, tehát minden olyan márkát, ami a szörfözéshez, mint sporthoz kapcsolódik. Tehát ezek szörfnadrágok, azért mondják, hogy board shortok. Mert a szörfözők hordtak ilyen színes csiricsári nadrágokat. A fene tudja, hogy miért egyébként, miért alakult ki, hogy pont a szörfnadrágokat nézték ki magunknak ezen kategóriában versenyzők. Valószínűleg azért, mert a szörfözők, ha beleesnek a vízbe, én ezt tudom elképzelni, akkor a színes ruhának között meglátja őket a habok között, hogy nem tudom mi az oka, de a szörfözők hordják ezeket a nadrágokat. És viszont ezek szörfnadrágok, tehát ezek nem men's physique nadrágok. És azért nagyon fontos ezt kiemelni, mert a szörfnadrágok nem rendelkeznek azokkal a vonásokkal, azokkal a szabásokkal, nem erre tervezték. Tehát ez olyan, mint amikor mondjuk egy sporteszközt egy másik sportból átemelünk. És itt óriási szerepe van a kinézetnek, hát itt csak az számít. Tehát nem lehet egy rossz szabású nadrágban, egy rossz szabású nadrágban fölépni a színpadra. Például a kedvenc példám a Hurley. És nyugodtan kimondom a nevét, mert akár még reklámnak is tűnhet, de nem alkalmas a men's physique versenyzésre. Ugyanis ezek a nadrágok két csíkkal vannak ellátva az egyik lábszere, ami rövidíti a jobb, vagy illetve bal lábadat. Tehát aszimmetrikussá teszi a testet. És ezért vannak oda. Ezekért a nadrágokért. Mert szép a színük. Tehát ez nem csak erről szól, hogy szép legyen a színük, megfelelő szabás kell. Megfelelő szín összeállítás kell. Nem lehet, hogy a derék részen egy világos bemegy egy sötétbe térd részen, mert akkor szélesíti a derekat. Nem lehet egy aszimmetrikus minta, legalábbis olyan szinten nem lehet aszimmetrikus, hogy elvigye az egyik oldalra a másikat. Nem lehet az, hogy az egyik oldalon van egy sárga folt, a másikon meg egy zöld. Bántja az ember szemét, és csak azt fogja látni a bíró, hogy valami nem oké, és az emberrel aszimmetrikus, vagy éppen kiemelik ezek a kis apróságok az egyébként létező fizikális vagy testi aszimmetriákat. Tehát ezekre mind figyelünk, és olyan kínos precizitással nyúlunk mindenhez hozzá, a társammal, Dáviddal, mert ott van egy partnerem abban a cégben. Ezek különböző cégek, tehát négy cégünk van egyébként, a szolgáltatás, a forgalmazás, a női versenyruházat, a férfi versenyruházat, tehát most kb. Négy céget menedzselünk. És olyan megpróbálunk mindig olyan ízlésesen, igényesen hozzányúlni mindenhez, akár a bikini, akár a men's physique short, hogy ne legyen ott kérdés, hogy ha men's physique nadrág kell, ha póznadrág kell, ha bikini kell, akkor ki és melyik az a cég, ahova lehet menni, és ami tényleg egy olyan magas színvonalat és minőséget képvisel, amit remélem, hogy mondhatom, hogy mi képviselünk. Nagyon-nagyon perfekcionista vagyok, tehát rengeteget dolgozunk, és most többes szám, de én magam is 80-100 órát dolgozok egy héten, és ez ennyi. Tehát, hogy valamikor többet. Tehát, jó, de ha szombat, minden ha vasárnap, vállalkozásnál ez van, hogyha menj, ha azt akarod, hogy abszolút, menjen, abszolút. Akkor ugye non-stop meló. Igen, tehát ez nyilván egy vállalkozónak nem esett ki a toll az 5 órakor a kezéből, illetve mindig ezen agyalunk, hogy mi lehet. És ugye itt négy cégről beszélünk, ami ráadásul teljesen más. Teljesen más a versenyruházat. Az nagyjából azt hihetné az ember, hogy kapcsolódik, de nem. Tehát, hogy férfi versenyruházat, egy shortnak, ami egy SML,
szembeállítva a bikinivel, ami egy személyre szabott, és ott egy szolgáltatás is van, teljesen más a stratégizálás, a kommunikáció, teljesen másképp érjük el a versenyzőket. Ugye a Narcizo az egy nemzetközi márka most már. Van egy narcizo.com weboldalunk, ahova egyébként a közvetlen forgalmazás, illetve a közvetlen termék eladások mellett 5-6 nemzetközi forgalmazóval is dolgozunk, de mi egy nadrágot is kiküldünk bármelyik országba a világon. És India, Izrael, Egyesült Államok, Kanada, Brazília, Dél-Afrika, mindenhova küldünk nadrágokat napi jelleggel. Tehát ez már a második hónapban kinőtte magát ez a cég a magyar vagy az ország határon kívülre. És ez óriási, ez minket is meglepett, de pontosan ezért, mert nincs men's physique brand. Most már egyébként van 2, 3, 4, de nagyon gyenge felhozatallal. 3 szín van, cipőfűző van a nadrágban. Tehát, hogy ez nem mi vagyunk. Tehát nyugodtan neki lehet ugrani, lehet csinálni, de úgy nem fogják, ahogy mi. Abban biztos vagyok, mert csak gondolj bele, hogy akinek erre mondjuk ideje, energiája, motivációja, tőkéje lenne, azok a nagy cégek. Egy nagy cég, egy Nike, egy Hurley nem fog hozzányúlni ehhez a pici szegmenshez. Igen. Úgy, ahogy mi. Nekik nem éri meg men's fizikesekkel foglalkozni. Szerintem azt se tudja Nike, hogy vannak men's fizikesek a világon. Ők egy általános sportbrand, akik mindenkinek gyártanak. És a szörfösök is egy olyan közeg, ami egy hatalmas tömeg, nem men's fizik volumen. És pontosan ezért tudunk jók lenni, és egyedülállók abban, amit csinálunk. Aztán ott van a szolgáltatás, a Proten, ami egy ugyancsak országhatáron kívül is, tehát most jelenleg 30 országba vagyunk jelen. 30 országba exportálunk barnitót. 12-13 csapatot látunk el barnitóval, akiknek nagy részét mi tanítottuk be. Van a Stillfit, ami ugye a Proten által gyártott fitness kozmetikumok és táplálékkiegészítő van. Ennek is mi vagyunk az európai forgalmazói most már. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik teljesen más erőfeszítést, teljesen más képességeket, más céges struktúrát, más stratégiát igényelnek, és mind az összes cégben képben kell, hogy legyek. Tehát én tudok arról, amikor valakire nem jó egy bugyi, hogy nem egy bikini, vagy éppen nem kapunk időben egy árajánlatot a shippingre, mert nem tudjuk kiküldeni a nadrágot. Arról is tudok, ha a német csapatnak gondja van a Protennel, és akkor is tudok, vagy arról is tudok, ha mondjuk a Stillfittel van valami megoldandó. Tehát rengeteg helyen kell ott tegyek, és ez nagyon sokat egyébként kivesz, és nyilván ezért van ez, hogy tényleg heti szinten 80-100 órát muszáj eltöltenem munkával, mert különben nem tudom követni a mozgatórugó mindig kell. Igen, nem tudom követni a lépést. És én nagyon élvezem egyébként a bikini cégnek a dolgait, illetve az egy ilyen mikromenedzseri szint, amikor tényleg azt tervezzük meg, hogy a kristály logó hogy legyen, hova varják, milyen legyen a szabás. Alapvetően bele kell ártsam magam, de nagyon szívesen beleártom magam ezekbe a pici dolgokba is, azonban, hogyha mondjuk egy európai forgalmazásról beszélek, ott egy nagyobb léptékű stratégia kialakítás, egy kommunikáció kell, illetve egy tervezés, egy teljesen más képességet igényel belőlem az. Mind a kettőt élvezem, de nyilvánvalóan hát azért a mikrodolgoktól a makro dolgok felé kell eltolódni az aránynak, hogy kézben tartsam az olyan nagyobb volumenű dolgokat is, vagy az olyan jelentősebb bevételt hozó, a cég számára jelentősebb bevételt hozó tevékenységekre is tudja koncentrálni. Úgyhogy igen, nehéz a szolgáltatás, amit most egy hangsúlyozta, hogy mennyi munka van itt a háttérben, és ugye mondtad, hogy a csapatra is büszke vagy. Megint csak személyes tapasztalatom, hogy ugye a versenyzőkkel én ugye úgy dolgozok együtt, hogy minden kis legapróbbonnál is ott vagyok velük. Ugye elmentünk a te stúdiódba, ti, az Ita és a te stúdiótokba, ugye a Showtime stúdióba,
és az ott dolgozó hölgyek, lányok le a kalappal. Tehát ugye először ugye összeültünk egy nagyon igényes helyen ott a stúdióban, megbeszéltük ugye az anyagot, a szabás mintát, akár a kövezést. Utána hátra mentünk ugye egy teljesen másik stúdióba, ahol kiemelt színpad, megvilágítva, betükrözve, és ugye kanapé, hogy én mint edző végignézhessem, hogy ugye a versenyző az hogy lesz ugye fölruházva, megválasztva a megfelelő szabás minta. Tehát kaptunk egy olyan szolgáltatást, ami tényleg nemzetközi szintű, azt mondhatom, egy olyan minőségi stúdióban. Úgyhogy tényleg gratulálok nektek. Én már tavaly is voltam ott ugye fitness modellel, kiválasztottuk kellő időben, több héttel a versenyszezon előtt, és fotózás előtt a bikinit. Valamiért mégse készült el, de a lányok egyből reagáltak, és leemeltek a polcról, addig keresték a kézbérelhető bikinikből a megfelelő fazont, amíg megkapta a hölgy, és el tudott jönni a fotózásra, amit beterveztünk. Tehát, hogyha a porszemkülökbe gépezetbe, és ami minden cégbe előfordul, arra is reagáltak, megoldották és kiszolgáltak. Tehát ugye, hogy egy nagyon jó csapatot raktatok össze, gratulálok. Igen, hát köszönjük szépen, mi is megpróbálunk tényleg megfelelni az igényeknek, mert milyen is támasztasz egy igényt, inkább a másik oldalról kezdem. Tehát, hogy egy standardet megállapítasz, illetve behozol. Mert eddig a piacon lévő varrónők nyilván a saját maguk volumenében, illetve a körülményeiknek megfelelően fogadták ugyanúgy a lányokat, az éppen egy pici helyiségben, a varrógép mellett. Annak is megvan a varázsa, mi másképp gondolkodunk. Mi nem varrónők vagyunk, mi vállalkozók vagyunk. Mi varrónőkkel dolgozunk együtt, kövezőkkel dolgozunk együtt, egy nagyon szoros kapcsolatban. És ami itt nagyon fontos különbség, hogy nálunk van egy minőségi kontroll. Nyilván egy varrónőnél is az önmagával szemben támasztott minőségi elvárás. Azonban, hogyha túlvállalja magát, ami egyébként jellemző, megcsúszik valamivel, akkor ott csak már legyen kész. És odaadja a versenyzőnek úgy, ahogy éppen levarta, 80-90%-osan is akár. Nálunk ez nem történhet meg, mert nem a versenyzőnek adja a varrónő, hanem nekem, a mi saját varrónőnk. Nekem adja a bikinit, megnézzük, és eldöntjük, hogy ez megfelelő minőségű-e. És ez nagyon fontos, mert a kezünk alól nem kerülhet ki így egy átlagos minőségű ruhadarab. És ugye a stúdió pedig annak alapján, ahogyan említetted is, hogy ugye versenyzőként Zita is versenyzett, én is versenyeztem, pontosan ismerjük ezt a közönséget és ezt a célközönséget, hisz én is egy voltam közülük, és még mindig valahol közéjük tartozom, a versenyzők közé. És pontosan, ez nagyon fontos az üzletben, hogy ismerd azt, akinek el akarsz adni valamit, vagy akinek nyújtasz egy szolgáltatást. Mert ha ismered őket, akkor tudod, hogy mire van igényük, tudod, mik azok a hiánypótló elemek, amiket mindenféleképpen nyújtanod kell nekik, illetve mik azok a veszőparipák, amik egyébként minden célcsoportra jellemző tud lenni. És ha ezeket megadod nekik, akkor hálásak lesznek, bíznak benned, és ha ez még egy jó minőségű, egy kitűnő minőségű termékkel párosul, akkor szinte biztos a siker. Amikor megcsináltuk a stúdiót Zitával, és belevágtunk, akkor az első hetekben voltak kételjeink, hogy menni fog ez, vagy van erre igény egyáltalán? Most ott vannak a varrónők, hát most elmennek hozzájuk, levarratják, most lesz ennek tere? És aztán, ahogy csinosodott a stúdió, az üzlet, ahogy egyre jobban, egyre több energiát tettünk bele, azt mondtam Zitának, hogy ez nem létezik, hogy nem fog menni. Hát ennyi energiát, fölöslegesen, ezt fönt látja valaki. Tehát, hogy ez nem lehet, hogy ez nem maradjon segíts ki. Tehát, hogy hát ne térüljön meg. Így van, hogy ez ne térüljön meg, hogy ezt ne értékelje valaki, és soha nem felejtem el, amikor az első versenyző bejött, és akkor azért még nem ezek az állapotok voltak, tehát mondjuk egy kezdeteges stádiumban volt a stúdió,
de hát a szemeket, amiket láttunk viszont, hogy úristen, van ilyen Magyarországon? Hát nem volt, de most már van. És ez csak nektek van, csak nektek versenyzőknek, tőlünk versenyzőktől. Igen. Minden egy helyen, ami a mottónk is. Ezt nem kell elmenniük cipőzni, nem kell elmenniük ékszerért, nem kell elmenniük külön anyagot venni, külön kikövezni. Minden egy helyen van, és mindent ott meg tudnak vásárolni. Még a barnitót is, táplékkiegészítőket, ruházatot. Tehát, hogy minden egy helyen van, ami kellhet a versenyzéshez. És ez egy óriási komfort faktor. És amikor azt mondtam, hogy a versenyzők, minden célcsoportnak van egyfajta veszőparipája, hát a versenyzőknek talán az lehet a veszőparipája, vagy azt utálják a legjobban, hogy az utolsó hetekben nulla CH-son szaladozni egyik helyről a másikra, a varrónőtől a cipőért, a cipőstől az ékszerért, utána a barnitót megvenni. Tehát, hogy ez senkinek nem kell, nincs erre szükség most már, mert van a stúdió, van a Showtime stúdió, és hát nagyon szeretjük, imádjuk azt a helyet. Nagyon sok energiát fetszülünk a mai napig, és a fejlődés töretlen. Tehát, hogy óriási tervek vannak a brandjeinkkel, a ruha cégeinkkel, a Kadupul versenybikinit én szeretném tavasszal nemzetközi piacra vezetni, ahol nem varrónőkkel fogjuk szembe találni magunkat, hanem olyan komoly nemzetközi hírnévnek örvendő, akár orosz, ukrán vagy német márkákkal, akikkel versenyezni nem lesz egyszerű. Tehát, hogy egy újabb, én mindig keressem a kihívásokat, és ha a női versenyruházat, akkor ez lesz a kihívás. A férfi versenyruházat, akkor a kihívás a még jobb minőség, a még tökéletesebb szabás, hisz nem vagyunk szabászmester vagy szabómesterek. Nekünk is egy óriási tapasztalatot kellett szerezzünk. Ebben ki kellett próbálni 1000 dolgot, amíg rátaláltunk arra az egyre. Itt azért nem egyszerű folyamatokról beszélünk, itt anyagot szublimálunk, gravíroztatunk, két varrónőnkkel átmenjen a nadrág, hogy az olyan legyen, hímeztetünk, tehát egy nagyon sok kis apró tényezőből áll, és szeretnénk teljesen kiterjeszteni nemzetközi szintre a Narcizót, ha még nincs eléggé kiterjedve, nyilván egyes országokban nincs még az a jelenlét, de ott is már egy nemzetközi szponzorált csapatunk van erre. A magyarok közül szinte minden jelentős és jó eredményekkel rendelkező versenyző hozzánk jár, nadrágot venni, bikinizni, ez óriási büszkeség, és egy nagyon fontos, pozitív visszacsatolás nekünk, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk. A Protein nemzetközi forgalmazása, mint mondtam, ugye egy átmeneti időszakon vagyunk túl, amikor ugye 2 éve megkaptuk az európai forgalmazást az amerikai anyacégtől, és egy óriási felelősséget ezzel együtt a nyakunkba és a vállunkra. Viszont 2 év távlatából azt tudom mondani, hogy fejlődünk, bírjuk a sarat és a kihívásokat, és egyre jobb. Egyre komolyabb márkajelenlétet tudunk Európában a Proteinnek, és mint említettem, most már egy elég kiterjedt nemzetközi forgalmazás van nálunk. És hát ugye a szolgáltatás az egy, most már egy, ugye ezzel indultunk, és a a szolgáltatással indultunk, és a forgalmazás kiegészítette ezt a kezdetekben, most már fordítva van. A forgalmazás az, amiből élünk, és a szolgáltatás ez egy olyan része a céges tevékenységnek, ami egyébként marra sok energiát és időt felemészt, de fontos branding szempontjából, fontos a márkajelenlét szempontjából, fontos azért, mert ott érintkezünk személyesen a versenyzőkkel, és ezek a kapcsolatok, ezek nagyon sokat számítanak egy ilyen szűk közegben. És nem beszélve arról, hogy a Protein mint szolgáltatás, mint brand nagyon sok ajtót kinyitott már nekünk. Csak egy nagyon triviális példa, hogy ha
én mondjuk kinézek egy versenyzőt nemzetközi szinten, akit szponzorálni akarok Protennel, és azt mondja, hogy rábólint, és igen, szeretne a csapat tagja lenni, akkor én azonnyomban elkezdem támogatni a Narcizóval is, a férfi versenyruházattal, és két legyet ütünk úgymond egy csapásra, win-win, tehát mindenki örül, és jó versenyzőket a Protennel meg tudok szerezni, mert ismerik azt, hogy mi a Proten, mi az a cég, és hogy mit jelent minőségben, és utána én mellé fel tudom építeni a brandjeinket is, és ugyanezt fog történni a Kadupullal is, ha nemzetközi szintére kilépünk, hisz számos olyan pró bikini versenyzőt szponzorálunk a barnitókkal, illetve a szolgáltatásunkkal, akik szíves örömest fogják viselni a bikininket is, holott még most nem is tudják, hogy nekünk ilyen van. Úgyhogy... Rengeteg energiát raktatok abba, amit létrehoztatok. Úgy érzem, hogy rengeteg energia lesz ebbe, ami a további terveitek. Szeretnék ezt gratulálni. Örülök, hogy ezt végre megnézhetik valahol összefoglalva, mert nem nagyon hallottak még róla, de így összességében. És bőven tudtál mesélni. Igen. Elég tartalmasan. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, és további sok sikert kívánunk magam és a Mania Fitness nevében. Én és jön a szezon nektek. Igen, jön a szezon. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm azoknak, hogy majd megnézik ezt, és egy pici szeretét talán megismeretik, és beleláthatnak ebbe az őrületes munkába, amit elvégzünk a háttérbe. Úgyhogy nagyon nagy várakozásokkal tekintünk az évek elé. Köszönjük szépen! Köszönjük Sziasztok. Az eddigi követéseket, és a rengeteg megosztást, hozzászólást a műsorainkhoz. További érdekes vendégekkel fogunk jelentkezni. Kövessetek minket a YouTube csatornánkon. Sziasztok! Sziasztok!